Egy nagy forgalmú sürgőségi osztályon kifejezetten szükség van arra, hogy a betegeket ne érkezési sorrend szerint vizsgálják a szakemberek, főleg a betegek biztonsága érdekében. A sürgőségire érkező betegeket triázsápolók vizsgálják meg, majd egy 5 kategóriás rendszer szerint besorolják őket. Az első és második szint az azonnali életmentést jelenti. Az elsőben újraélesztés történik, a másodikban az úgynevezett kritikus állapotú páciensek kezelése. Ide tartozik a sokk, a légzési keringési elégtelenség és az eszméletlen betegek ellátása. Ezeket 15 percen belül el kell kezdeni a szakembereknek. A további 3 kategóriában azt határozzák meg, hogy mennyi időt várhat a beteg biztonságban. Mi tudjuk, hogy a betegeknek ez nagyon rossz a várakozás, de azért, hogy biztonságosan tudjunk mindenkit ellátni, kénytelenek vagyunk ezt az osztályozást bevezetni. Ebben az osztályozásban semmiféle szubjektum nincs. Az osztályozás alapja a kanadai rendszerből átvett, és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság munkacsoportja által létrehozott rendszer, úgy hívják, hogy Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer, amit nekünk oktatnak, erről van egy tankönyvünk. Ápolók végzik ezt a besorolást, és 2 évente kötelezően erről oktatásban kell részesülnünk, és vizsgázunk. A 3., vagyis a sürgős kategóriában a beteg 30 percet várakozhat anélkül, hogy tartós egészségkárosodást szenvedne. A 4. szint a kevésbé sürgős, ebben az esetben 1 órát várhat, és általában vár is a páciens. Az 5. kategóriát már a halasztható szintnek nevezte Domokos Gabriella, ez már 2 órás várakozási időt vetít előre a beteg számára. Ha kevés a beteg az osztályon, akkor természetesen nem kell ezeket az időintervallumokat kivárni a senkinek. A páciensek a várakozási időben is a triázs ápolók felügyelete alatt vannak. Ha túl sok a beteg, és mégsem kerül orvosi vizsgálatra ennyi időn belül, akkor következik egy újbóli triázsvizsgálat. Azon túl, hogy ezek a betegek természetesen folyamatosan már a triázs ápoló és az ápolók felügyelete alatt vannak. Ez az újbóli triázsvizsgálat, az úgynevezett retriázs is nagyon fontos eleme lett a rendeletnek. Kötelezően kell végeznünk, kötelezően kell jelentést szolgáltatnunk róla, tehát gyakorlatilag kötelezik az ellátót arra, hogy fél óránként, 1 óránként, 2 óránként a beteg állapotának megfelelően értékeljük újra. Lehet, hogy az újraértékelésnek az lesz az eredménye, hogy romlott a beteg állapota, és azonnal vigyük be, és foglalkozzunk vele. A Józsa András Oktató Kórház Sürgőségi Betegellátó Centruma körülbelül 2008 óta használja a triázsrendszert, így ez Nyíregyházán nem újdonság. Összkórházi szinten viszont a másik 2 intézményben, Mátészalkán és Fehérgyarmaton, a közelmúltban megtörtént az oktatás, és január 1-től azon a 2 sürgőségi osztályon is alkalmazzák a betegek osztályozását.